A Kapitányréti Vadásztársaság és a Magyar Kanizsai helyi közösség közös szervezésében megvalósult eseményen mintegy 80 csapat mutatta be a főzőtudományát. Úgy döntöttünk végül is, hogy belevágunk ebbe a szervezésbe, és hál' Istennek kegyes volt hozzánk az idő, és akkora az érdeklődés rá, hogy szinte kérték az emberek, hogy szervezzünk. Biztos közben játszott ez a Covid is, ez a pandémia, hogy utána az emberek ki akarnak kicsit szabadulni ide a természetbe, hisz a vadászat erről szól, a természetről, az együttlétről és a társágról és a barátkozásról. Mindenki a saját ízlésének megfelelően készítette el a pörköltet messziről hozott fűszerekkel. A bográsban most őszpörkölt főz, de voltam már rengeteg ilyen versenyem vele, mert hozom a fűszert neki, Svájcból direkt, és sok versenyen voltunk már ilyen Becsén is, Ada, Mohol, meg az szuper volt az eredmények. Nagyon jó tud főzni, ugye a sógorom az vadász is, azt akkor megvan neki az ízlése hozzá ma. Első alkalommal vagyok Magyar Kanizsán, és nagyon, nagyon magas színvonalon van a szervezés, aminek nagyon nem gondoltam volna, hogy ennyire. Nagyon is tetszik az egész szervezés, a résztvevők, meg az idő is, hogy kiszolgált bennünket. A Magyar Vadászkürt Egyesület tagjai fújták a kürtöket, emellett sólyom simogatásra is lehetőség volt, de az érdeklődők a vadászfegyvereket és a trófeákat is megcsodálhatták. A Tápió Bicskei Vadász Egyesület egy különleges borzhúsból készült pörköltet mutatott be.